folyamatosan fejlesztjük, és nem csak a budapestiek számára, hanem az ország számára is központban fejlesztjük, hanem azért is, mert meggyőződésünk szerint Közép-Európa egyik legfontosabb város a Budapest, és a Nyugat-Balkán, illetve a délszláv világ szempontjából egy pénzügyi gazdasági társadalmi centrum lehet. Tehát Budapest, mint ahogy tette ezt 1920 előtt, képes integrálni a Magyarországtól délre lévő területek lakosai, polgárait, akár fogyasztásról, akár közösségi életről, akár gazdasági életről legyen szó. Ezért nagyon fontos a közlekedési összeköttetések megteremtése, ezért épít ebbe az irányba a kormány autópályákat a határig, és ezért próbál vasútvonali összeköttetéseket fejleszteni. Ez rendkívül fontos dolog a kormány meggyőződése szerint, hogy Budapest központi centrális funkciója Közép-Európán belül erősödjön. Teheránban pedig a miniszterelnök úr és az ő kísérő delegáció ugyanazért ment, mint a francia delegáció több száz fővel, mert Teherán városát magát is és magát az országot egy gazdasági lehetőségnek tekinti a nyugati világ. Olyan megállapodások kötöttek, amely a régen Iránban, illetve olyan klíma alakult ki, amely a gazdasági együttműködés lehetőségét megnyitotta, nem politikai együttműködést, hanem gazdasági együttműködés lehetőséget nyitott, és Magyarország rendelkezik olyan technológiai lehetőséggel, olyan tudással, amely számára piacot keres, olyan vállalkozókkal, akik számára piacot keresünk, olyan gazdasági lehetőséggel, akik számára piacot keresünk, és a miniszterelnök egy ilyen gazdasági kapcsolatépítés érdekében utazott Teheránba, valamint biztató jelleggel, ezeket nagyon sokat kell dolgozni,